Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Jobban, mint én, mert nagyon sokat gyalogoltam idefel. Tulajdonképpen onnan lentről, nagyon lentről mentem felfele, és olyan szép itt a táj, meg mindenhol hegyek vannak, vagy minden, de annyira meredek. Látjátok, hogy milyen meredek? Körülbelül minden 5 percenként megállok, és nagyon-nagyon nehéz oda felmenni. Jaj. És 2:45 volt oda felmenni a hídhoz. Itt már majdnem ott vagyok, azért megyek így gyorsabban. Vagyis a képek mennek gyorsabban, én már nem bírom. Aztán itt van. Nem tudom, hogy mennyire látni, hogy mi van ideírva. Ez a Charles Kuonen gyaloglós függőhíd. 2017-ben építették, és akkor volt a világ leghosszabb gyaloglós függőhídja. És most rá fogok menni, és nagyon megérdemeltem, mert olyan hosszú volt az út ide fel, hogy jó. Szóval itt vagyok fent, a világi leghosszabb ilyen gyaloglóhíd, 500 méter hosszú, majdnem, és ezen fogok most átmenni. Pontosabban 494 méter. Megmutatom majd előről is, hogy hogy néz ki. Nézzétek. Mozog nagyon. Hello, Krisztus! Ja, danke. Szóval csak, hogy tudjátok, láttam embereket ide feljönni gyerekekkel is, de olyan gyerekkel lehet csak ide feljönni, aki nagyon-nagyon bírja a strapát, mert tényleg nagyon meredek és nagyon hosszú az út. Innen fentről a táj nagyon-nagyon szép, és hát, ahogy látjátok a képeken, azért eléggé fúj a szél, és eléggé mozog a híd, de mindegy. Azért én nagyon-nagyon élvezem. És csak hogy mondjam, ide fel Randa faluból lehet feljutni, ami tulajdonképpen Randa 1406 méter magasan van, és ez a híd pedig 2080 méter magasan van, ami azt jelenti, hogy 674, látjátok milyen? Ami azt jelenti, hogy 674 métert mentem felfele 2:45 alatt, ami nagyon-nagyon durva volt, és oda-vissza ez az egész út 9,4 kilométer. Na akkor most nézzük csak hogy van ez megcsinálva, ez a híd. Na, rámennétek? Úgyhogy oda-vissza majdnem 1 kilométert kell rajta gyalogolni? Kell benne bízni, hogy nem fog leszakadni, mi? Hát én bíztam benne, de mondjuk amikor én voltam itt, akkor nem voltak túl sok emberek rajta, ahogy látjátok, mert azért csak egy-két ember ment el így mellettem, itt-ottam. Ez már a híd másik felén van, szóval ilyen a másik fele, és innen is látni, hogy milyen hosszú a híd. Még a végét se látni ott a másik felén, a végébe, nem is látni, hogy hol köt ki. Itt megint megyek rá a hídra, visszafele. Azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen ember, aki estégi ruhába, nem tudom megmutatni.
szokás szerint tök szerencsés voltam, mert nagyon szép időt fogtam ki végig. Pedig hát a hegyekbe mindannyian tudjuk, hogy egy percről a másikra vihar is lehet, vagy akármi, de végig nagyon-nagyon csodálatos idő volt. Szóval ez a keskeny, ez 70 centi keskeny, ez a híd, és 85 méter magasan van, és ahogy már mondtam előbb is, 494 méter hosszú, szóval majdnem egy kilométer oda-vissza. És látjátok, hogy ott milyen olyan ferde? Nem tudom, amikor így látom, hogy így vannak helyek, ahol így ferdén áll a híd, azon gondolkozom, hogy tényleg mennyire lehet benne bízni, hogy ez így, oké, ezen így gyalogolni. Na mindegy. És elvileg ez a híd elbír 250 embert, de ez nekem elég érdekes, mert se az egyik felén a hídnak, se a másik felén a hídnak nincs senki, aki számolná, hogy hány ember megy rá. És hát ki dönti el, hogy már van rajta 250 ember? Mert hogy 494 méteren át így nem lehet látni, hogy hány ember van rajta messziről, és nem tudod eldönteni te saját magadnak, hogy na, most már van-e rajta 250 ember, vagy nem, rámehetek-e, vagy nem. Szóval ez nekem egy kicsit érdekes, de mindegy. Én szerencsés voltam, alig voltak. Szóval nagyon fárasztó volt. Tele van olyan legyekkel, amik csípnek. Tudjátok, azok a legyek, amik a lovakat meg ilyeneket csípik, úgyhogy nagyon izé volt. Ráadásul, ahogy mondtam a hidon, látjátok, ilyen szép kis estélyi ruhában vagyok. Fantasztikus így elmenni, túrázni, tudom. Meg ez a gép olyan nehéz, hogy több mint 2 kiló. A másik valami a táskában van. Úgyhogy... De megérdemeltem, mert felértem, és megnéztem, és tök jó. Majdnem olyan nehéz volt, mint amikor Ecuadorba felmentem 4800 méterről 5000 méterre. Szóval az se könnyű, hogy... Hát igen, be kell vallanom, hogy egy kicsit dagi vagyok. És így tudom, hogy nagyon nem látszik, de tényleg. Szóval így sokkal nehezebb mászni bárhova is, és mivel nem nagyon szoktam edzeni se, ez is nagy baj, úgyhogy kéne. Tudom, kéne. Na mindegy. Szóval amikor lent voltam, az a csaj, akinél ott parkoltam, ránézett a cipőmre, mert nem volt ilyen cipőm, ilyen sportcipőm, meg semmi, csak ilyen normális cipő volt rajtam. Aztán így, na mindegy. És mondta, hogy ha felmegy, akkor nagyon-nagyon sok vizet vigyen magával. Aztán én gondoltam, hogy hú, az a nagyon-nagyon sok víz, az nagyon-nagyon nehéz lesz. És hát így gondoltam, hogy próbáljuk meg csak egy üveg vízzel. Hát azért belefért volna kettő, mert az egy üveg vizet még nem is voltam teljesen fent, hogy már megittam, és nagyon szomjas vagyok. Szóval javasolom, hogyha feljöttök, akkor hozzatok sok vizet. És jó cipőt is hozzatok. Na, a lefelei utat ilyen gyors mozgásba vettem fel, mert nem akartam, hogy lássátok, hogy mennyit szenvedtem, amikor jöttem felfele, és ennél ráadásul sokkal többet mentem fel, mint amennyi van filmezve, de csak hogy lássátok körülbelül, hogy nézett ki. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!